Na hát, az első halra nem kellett sokat várni. Üdvözlöm a kedves nézőket, sziasztok, Jankovics Krisztián vagyok, és a Fédermánia műsorát látjátok. Itt horgászok a villantó horgásztavon. Egyszer már horgáztam ezen a vizen, akkor 85 méter távolságra metódoztam, most pedig úgy döntöttem, hogy kijövök egy jó kis láb alatti pecára. Szerencsére itt a mellettem lévő stégen nincsenek, úgyhogy eljöttem egy kicsit arrébb, és itt fárasztom a halat. Így az etetésemet nem zavarom, ha esetleg van még ott ponty, akkor nyugodtan lakmározhat rajta. Első part közeli pontyom, egy gyönyörű pikkelyes. Az első pontyomat egy fizz ízesítési gumicukor csalival sikerült fognom. Jól látszódik, hogy ez a csali milyen picire olvadt, ilyen rövid idő alatt is, ezért ebben a meleg vízben nagyon attraktív, és gyorsan hozza a halat. De hát ennek a pecának a mai napon nem csak a csali a lényege, hanem egyrészt a savanyított magok, meg a savanyított etetőanyag. Ebben az időszakban ugyanis, ahogy felmelegednek a vizek 24 fok fölé, előtérbe kerülnek az úgynevezett savas, akár tejsavas, vagy jelen esetben vajsavas etetőanyagok, hiszen ezeknek a pH-ját reagálja le a legjobban a hal ilyenkor. Mindkét botommal a partszéli zónát horgászom meg. Az egyikkel egész közel pecázom, kb. 4-5 méter a partszélétől. Itt a törésnek az oldalát horgászom, ezt előszeretettel járják ilyen meleg vízbe a halak. A másik botomat pedig, ezt, amit most töltök meg, aminek a metód kosarát most töltöm meg, ezt pedig a törésnek az aljára fogom bedobni, kb. Egy ilyen 15 méterre a parttól. Minden esetben a betöltött etetőkosarat azt megfújom még egy vajsavas sprayvel, jelen esetben egy sárga dinnyés melon ízesítésűvel, ugyanilyen ízesítésű etetőanyagot is használok, azt kevertem be a mai horgászathoz. Itt a következő hal. Egyenlőre úgy néz ki, hogy a parti törés az jobban működik, de a nap folyamán majd meglátjuk, mert lehet, hogy csak ide találtak gyorsan a halak, és a benti az később indul el, de lehet, hogy az adja majd a nagyobb halat például, vagy a többet. Ez mindig változhat. De egyébként az én kedvenc horgászatom, ez a nagyon közeli. Nagyon sokszor az átlag horgásznak a közeli peca az azt jelenti, hogy bedobja 10 méterre, nekem pedig a közeli horgászat az azt jelenti, hogy a bocspica alatti távolság, tehát ez a körülbelül 3-4, maximum 5 méter a part szélétől, és ez sokkal több halat tud adni. Pontosan azért, mert ez a zóna ez általában békén van hagyva, itt nincs rossz tapasztalata a halaknak. A horgászat végén beszokott kerülni ugye etetőanyag ide egész közelre, ezt megtalálják a halak, és nyugodt szívvel el tudják fogyasztani. Sajnos ez a halam ez leakadt most. Lecserélem ezt a 10-es méretű horgot 8-asra. A parti törésen nagyon erőteljesen indulnak el a halak, és kicsit megkívánja a nagyobb méretű horgot. Szerintem ezzel a cserével elérem azt, hogy mai napon már ne legyen leakadásom, vagy legalábbis nagyon kevés.
Ezt a botot átdobom, mert beleúszott a halfárasztás közben, és biztos, hogy elhúzta a kosarat egy kicsit. Egy újabb gyors kapás. Nem váratott sokat magára a leakadt hal után a következő. Ez a partszéli horgászat, ez pont ilyen szokott lenni. Elkezdek etetni, és folyamatosan épül fel, ahogy megy be a kukorica, vagy a pelletszemek, de jelen esetben a savanyított kukorica, ugye a meleg víz miatt, úgy folyamatosan egyre több és több hal áll oda, és egyre gyorsabbak lesznek a kapások. Ezt a gumicukorcsalit szeretem egy kicsit megfarigcsálni, kicsit olyan kukorica formájúra. Egyébként használható mind hajszellőként, mind pedig tüskén is. Most ezen az előkémen tüskét használok. Ezzel fogtam az előző halat, tökéletesen akadt. A kosárral annyira közel pecázom, csak beejtem ide a víz alá, körülbelül bot hosszúságnyira, talán egy picikét beljebb, ugye 4-20-as a botom, maximum 5 méteres távolságra. Rengeteg sneci gyűlik ide össze egyébként az etetésre, ezért mindenképp érdemes etetőanyagos kukoricát bedobni, azért mert így, és nem nagyon megnyomva, mert így víz között is jól látszódik, hogy maradnak szemcsék, így a snecik fönnmaradnak és itt szedegetnek, nem mennek le a kosárhoz alulra. Oda reményeim szerint majd csak a ponty megy le. Szép nagy hosszúkás tükrös a következő áldozata a vajsavas horgászatnak. Végre a benti boton is kapás. Egyébként ahhoz, hogy ennyire brutálisan jól működjön ez a horgászat, nagyon erős vajsavas vagy teljesavas etetőanyagokat kell használni. Hát érdemes megszagolni a mi etetőanyagunkat. Nem sajnáltam belőle az anyagot. Annyi vajsavat kapott, meg egyébként aromát is, hogy már messziről szerintem a szomszéd is érzi, hogy ilyen etetőanyaggal horgászunk, és hát a halak emiatt reagálják le ilyen gyorsan és ilyen jól. Nem véletlen használom a sprayt is, hiszen az még attraktívabbá teszi ezt a horgászatot. Egyébként a boltok polcain érdemes megnézegetni ezeket a termékeket. A miénknél erősebb biztosan nincsen, mert tömény vajsav van benne, és ahhoz van hozzáadva nagy mennyiségű aroma. Úgyhogy ebbe az időszakban, ezzel a kombinációval halálos fegyver van a kezünkbe, és nagyon sok szép pontyot, illetve amurt lehet fogni. És hát nagyon gyorsan. Ami arra megy, az tulajdonképpen megeszi az etetést, illetve az etetőanyagot. Nagyon erősen védekezik ez a hal, jól elrohant, úgyhogy most másfajta fárasztási technikát alkalmazok. Ugye letettem a bocspicet a víz színéig, és így húzom magam felé. Így sokkal könnyebben tudom húzni, mint hogyha fölemelt bottal próbálnám.
egész picikére leoldódott már a gumicukorcsali, mikor érkezett rá a kapás. Ezúttal egy nyurga ponty formájú tövest sikerült fognom. Elég csúnya szegénynek a szája, úgyhogy lefújtam fertőtlenítővel. Érdemes azért kicsit óvatosabban fárasztani ezeket a halakat, hogy ne okozzunk nekik ilyen sérüléseket. Mert egyébként gyönyörű hal. Kicsit faragok rajta. Ez 12 mm-es fizízesítésű csali. Kicsit olyan kukoricához hasonlóbra faragtam, még innen is vágok egyet. Ezt a botot összejelöltem az etetőbotommal. Mind a kettőt alulról dobom be, hát körülbelül olyan 15 méteres távolságra. Eldobom, figyelem a jelölést, visszatekerem még mielőtt fenékre érne, és lerakom a helyére. És így pontosan ott lesz, ahova etetek a másik bottal. Az etetéshez rakok egy kevés kukoricát a kosár közepébe, és a két végét ledugózom az etetőanyaggal. Megnyomom, és alulról bedobom a kiklipszelt távolságra. És utána kicsit hagyom süllyedni, kirántom belőle az etetőanyagot. Így mivel víz közt már kirántom a kosárból, ezért így nem zavarom a lent esetlegesen táplálkozó pontyokat. És kaja. Megnézem az oszlopot, amit dobok, kattan a klipsz, kicsit hadsüllyedjen, és kirántom. A szemek ráhullanak tulajdonképpen a fenéken levő kosárra. Kettő dobás elég, hiszen túl sok hal nem járt idáig arra. Én nagyon sokat nem akarok etetni, ott vannak a szemek a kosár körül, ha arra megy egy hal, akkor meg fogja találni, és egy idő után elhúzza. Egyenlőre 4 kapás volt a közelén, egy ilyen, nem is egy maréknyit, egy negyed maréknyit szórok. Egyrészt azért, hogy legyen hangja a becsobbanó szemeknek, és ezáltal a hang is ide csalja a több alatt. Másrészt pedig, hogyha van ugyan szem a fenéken, de nincs túlságosan sok, akkor sokkal hamarabb meg fogja találni a csalinkat. És közben itt a kapás a távolabbaton. Ezért érdemes két távolságot etetni és két távolságot horgászni, mert 4 hal jött egymás után a part széléből, és viszont most az utolsó 2, az pedig bentről jött. A halak azért őrjáratoznak, egyszer kijönnek egész a szélére, egyszer kicsit beljebb mennek, úgyhogy itt és ott is el lehet csípni belőlük egy-egy darabot, hogyha mind a két távot pecázzuk, és nem pedig csak az egyiket. Általában a part közeli táv az sokkal jobban szokott működni, ha az egész napot nézem, viszont vannak időszakok, amikor erről a 10 méteres távolságról is jön a ponty, mindegy, az most is jól látszik. Ez a nyurga ponty komoly erővel küzdött, és gyönyörű, szép, sötét tónusú színe van. Gyorsan visszaengedem, mert közben kapás van a másik boton.
De jó erőben van ez a hal. Elég szépen elment oldalra, és még mindig nem tudom megállítani. Egyébként lassan kiegyenlítődik az állás. 4 kapás a part széléből és 3 bentről. És ugye milyen érdekes, hogy 4 egymás után volt közelről, és most 3 egymás után bentről. Egyértelmű, hogy a pontyok azok vándorolnak itt partszéli törésen és a törés alján is. Érdemes megnézni, hogy milyen mélyen akadt ez a horog. Jól összeállított végszerelék. Ezúttal egy magas hátú töves a következő jelentkező. Ő is gyönyörű bronzos színekbe pompázik. A gumikukoricánk, amely a Sweet Corn névre hallgat, nagyon jól működik, már több alkalommal bizonyította. Például, amikor compóra horgáztam, akkor is nagyon sokat sikerült vele fognom. Közben megérkezett egy ponty. Megpróbálom elhúzni onnan az etetésről. Nagyon ott akar védekezni. És ugye az nem jó, mert könnyen elzavarhatja a többi halat, ami ott nyugodtan táplálkozik. A mai nap eddigi legkisebb pontja. Szóval ott tartottam valahol, hogy a gumicukor csali mellett most már a gumikukoricával is sikerült halat fogni. Ez a Sweet Cornos gumikukorica, ez nagyon sok szép halat adott egyébként már nekem, például a compó rekordomat is ezzel fogtam, illetve a magyarországi compó rekordomat, illetve a ponthorgászatban is, főleg amikor kukoricával letetek, akkor nagyon jól működik. A mai pecánhoz 13 láb hosszúságú, azaz 396 cm-es botokat hoztam magammal. Ezzel a hosszúsággal már viszonylag könnyen be tudom alulról dobni a szereléket, még erre a 15 méteres távolságra is, illetve a part szélén pedig szinte csak a spicc alá engedem így le a szereléket. Az orsók azok 4000-es méretűek, amelyeken 25-ös monofézsinór van, illetve egy fonott fárasztó előke, amire szükség is van, mert ezek a halak most bitangerősek a meleg vízben. Nagyon szép sötét színezetű, hosszúkás tükrös. Nagyon komoly erőbe volt. Fárasztottam körülbelül 3-4 óráig. Na! Visszaengedés megvolt, és közben itt is van egy jelentkező. Nem hallottam meg a kapást egyébként, miközben engedtem vissza a halat. Dani, az operatőr szólt, hogy kapás van ezen a boton is, és jól látszódott, hogy fel van csúszva a kosár. Körülbelül 20-30 métert elrohanhatott a hal legalább, mire észrevettük, vagyis mire Dani észrevette. De a lényeg, hogy így is meglett.
Mind a két végszerelékemen krenk típusú horgot használok, hosszú befordítóval. Az akadások azok tökéletesek is, egy kivétellel egy halam az elment, de azt gondolom, hogy ez még belefér. A előkére egy picike olmot rakok, ami segíti az akadást. Egyébként ezen 10-es méretű krenket használok, a másik szereléken pedig 8-as méretűt. Sárga dinnyés vajsavas szpré sose marad el. Meggyőződésem, hogy nagy jelentősége van a kapások elérésében ilyenkor. Jól látható, hogy a jelölés itt van az orsó előtt, ahol lennie kell. Hihetetlen milyen erejük van, ilyen meleg víznél körülbelül olyan 26-27 fokos lehet a vízhőmérséklet. Brutális, amit művelnek ezek a pontyok. Minden egyes halat körülbelül, hát úgy minimum fél óráig fárasztok, és volt egy-kettő, amely közel volt az órához is. Miközben ezt a halat fárasztottam, a másikat is elhúzta. Ő volt az első jelentkező. Szép nyurga. Ő pedig még elég virgonc, a második. Még a másik botot se tudtam bedobni. Kicsit leültem enni. Újra megetettem itt a part szélét, visszaraktam ezt a botot, és úgy látszik, hogy a halak nem mentek el innen, mert még a másikat nem tudtam bedobni, és már itt a következő. Olyan hosszú fárasztások vannak. Ez a hal is egyből kirohant körülbelül 20-30 métert. Inkább feljöttem ide az árnyékba. Mégiscsak kényelmesebb. Nagyon erősek ezek a halak. Biztos, hogy a bányató miatt, általában a bányatavi halak azok erősebbek. A vízminőség, illetve a magas vízhőmérséklet miatt is jobb kondícióban vannak. Olyan régóta fárasztom ezt a halat, hogy majdnem, hogy eljött ide az árnyék. Megvan! Egy úgynevezett ghost carpot sikerült fognom. A feje az sötét, normális pontszínű, a teste pedig kicsit ilyen koi beütésű, és egész fakó a színe. Nagyon jól néz ki, és brutális ereje is volt. Nekem nagyon tetszik.
Először etetek egy adag etetőanyaggal összekevert kukoricát, méghozzá azért, mert rengeteg sneci van itt, és így nem mennek majd utána a kosaram után, hanem fennmaradnak víz közt. Úgyhogy most jöhet a kosár. Mert ha a kosarat raktam volna le először, akkor utána mentek volna. Így viszont, hogy van egy felhő, így fennmaradnak a felső vízrétegbe. Ez az erőteljes vajsavas szag nagyon jól harmonizál édes aromákkal. Több fajtával kipróbáltuk, és kettő, amivel a legjobban működik, az a mangó, amit egyébként is nagyon szerettek, és bevált arománk. A másik pedig egy új aroma, ez a melon, azaz sárga dinnye. Mind a kettő a büdös, vajsavas, erőteljes illat, illetve szag mellett egy ilyen nagyon finom, nagyon érdekes édes elegyet alkot, és hát amint látszódik, nagyon jól működik. És a két etetőanyaghoz kétfajta spray, ugye a mangó és ugyanúgy a melon, az kapható, ez a két tömény vajsavas, hoppá, közben itt a kapás. Azt szerettem volna elmondani, mielőtt jött a kapás, hogy mind a mangó és a melon etetőanyagnak megvan a saját spréje, ugyanazzal az ízesítéssel, tömény vajsavas, nagy mennyiségű aromával, innen jól működik, attraktívabbá teszi az egyébként is nagyon erőteljes illatú etetőanyagot. Most már erre a távolabbi pecemre is nagyobb horog került fel. Hoppá, közben elhúzta part közelit. Igazán tudom bedobni ezt a botot. De mondjuk ennyi baj legyen. Ilyenkor, amikor felmelegednek a vizeink, a halak testhőmérséklete is velük együtt melegszik, és ezáltal az emésztésük is felgyorsul. Nem csak az amúroké, ugye ez köztudott, hogy az amúrok 24 fokos vízhőmérséklet fölött elkezdenek nagyon kajálni, de nem csak az amúrokkal van ez így, hanem a pontyokkal is, csak megfelelő helyen kell őket keresni. Tehát például egy ilyen bányatavon hiába keressük a fenék közelébe őket, középen a nagy mélységeknél, mikor vagy víz közt, vagy víztetőn állnak, az igriges módszerrel folyamatosan, szinte percenként lehet őket fogni ilyenkor, illetve a másik megoldás, ez a partszéli törés meghorgászása. Ez látszódik is, hogy mennyire jól tud működni. Egy tükrös jött ezúttal. Ezúttal egy kicsit fakóbb tükrös jött, nem annyira jellemző erre a vízre, sokkal inkább sötét színezetűek az itteni halak.
gondoltam, hogy nem tudok úgy visszaengedni egy halat, hogy a másik botot ne húzza el. Egy délutánra brutálisan elindult a peca. De ez így szokott lenni. Ahogy egyre jobban fölépül, és egyre sűrűbbek a kapások. Most már nem csak közel, hanem a távoli boton is, hogyha be van dobva, akkor nagyon hamar érkezik a hal. Ez az eddigi legkisebb halam. Egyébként ez a 18. megfogott pontja idáig. Utolsó előtti halam a horgon, ugyanis elhatároztam, hogy ma 20 darab pontyot fogok fogni, és ez a 19. hogyha jól számoltam, úgyhogy ha ezt sikerül megmerítenem, akkor már csak egy halat fogok ma megfogni. Tehát ő a 19. Nap első felében a gumicukor csalik, gyors oldódásuknak köszönhetően nagyon szépen adták a halat. Aztán váltottam csalit, azért mert ki akartam próbálni ezt a sweet corn ízesítésű gumikukoricát is, hiszen tudom jól, hogy kukoricás etetésen ez is nagyon jól működik, és hozta is a halakat szépen. Az etetőanyagokat illetően pont úgy muzsikáltak, ahogy vártam. Ezek a vajsavas kaják, ezek nagyon jól működnek ilyen meleg vízhőfoknál. Azt gondolom, hogy aki szeret horgászni, az hiába van ilyen nagyon meleg, nem maradjon otthon, hanem jöjjön ki. Nagyon jó pecákba lehet ilyenkor részünk, és ez a mai napon se volt másképpen. Remélem, hogy ezt a halat még sikerül megfognom, és akkor sikerül, amit mára elterveztem. Ezzel a szép tövessel búcsúzom. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Sziasztok!